Javában tart a paprika és a paradicsom szezon, a kiskertek és a piac is tele van ezekkel a zöldségekkel, hogy mit más főznénk belőle, egy lecsót, úgyhogy arra kértük meg most Veresné Rózsikát, hogy készítsen nekünk egy lecsót, hogy hogyan rakjuk el télire. Ugyanis akárhányszor ide látogatunk hozzá versenyőterekre, mindig azt mondja, hogy ami megterem otthon, azt rakjuk el télire, hogy bármikor hozzányúlhassunk a hideg évszak során. Hogy házi tegyünk, ne a boltit, esetleg tartósítószerrel lúsítottat fogyasszuk el. Mindig legyünk egészségesek, ugye ezt szoktad mondani? Igen. Jó, köszöntök minden nézőt és titeket is. Nagyon köszönöm a meghívást is, azt, hogy készítsem el a lecsót. Tehát megtermett a paprika, paradicsom, hagyma, minden megtermett a kertbe. A paradicsom főzésen már túl vagyok, majd megmutatom, hogy már szépen sorakoznak a paradicsomos üveget. Hát nem tudom, vagy 20 üveggel. És a következő menüpont akkor a lecsofőzés. A lecsónak a fő alapanyagai a paprika, paradicsom és a hagyma. Ebből a három tevőből tevődik össze. Van, aki még dúsítja ezzel, azzal, amazzal, például cukkinivel vagy padlizsánnal. De, igen, de az igazi magyar lecsó a hagymán megpirítva, és akkor paprikával, paradicsommal. És igazából szokták így is, szokták tojással is, és szokták kolbásszal is fogyasztani. De ha már megtermette a paprikánk, paradicsomunk, akkor ne menjen pocsékba, amit nem tudunk elfogyasztani frissen, azt tegyük el télire. A télire én úgy szoktam elkészíteni, ez szerintem 40 éve megkóstoltuk a anyósomnak a lecsóját, és az jobban ízlett a családnak, mint az anyukámé. Anyukám úgy csinálta a lecsot, hogy megkifőzte a paradicsomlevet, lepaszírozta, és akkor ebbe a paradicsomlébe belefőzte a paprikát. És akkor hagyma nélkül készítette, és csak így tette el paradicsomlébe. Lehet, hogy valakinek ez ízlik, mindenkinek más az ízlése, más a szokása, és megkóstoltuk a Jancsinak, az anyukájának a lecsaját, és az nekünk jobban ízlett, az úgy készült, hogy megpirította a hagymát, megdinsztolta, rátette a paprikát, paradicsomot, és készre sütötte ezt a lecsot, és így került üvegekbe. A tartósítás itt pedig az olaj vagy a zsír fölmegy a üvegnek a tetejére, és így tartósodik el. Szigeteli, igen, és akkor frissen is tartja. Sokkal frissebb marad, és jobb ízű marad így a lecsó. De nem vitatkozok azzal sem, aki a másikféle lecsót szereti. És akkor fogjunk... Ti mennyire szeretitek a lecsót, azt árulod el? Szerintem az egész család nagyon szereti a lecsót, hogyha nem tudunk gyorsan mit főzni, akkor kiköpünk a spájzből egy üveg lecsót, és akkor kész is a vacsora. Csak egy kis kolbász kell hozzá, szalonnakocka is. Hogyan szoktátok fogyasztani egyébként? Natúra, vagy mindig dúsítjátok? Ugye mondtad, hogy kolbász. Mi mindig dúsítjuk, mindig dúsítjuk. Kolbászt szoktunk legtöbbször beletenni, és akkor tojás nélkül kolbásszal, a gyerekek így szeretik legjobban. Én szeretem tojással is, kolbász nélkül, mert én nem igazán szeretem a kolbászt. Én inkább jobban előnyben részesítem a tojásos lecsot. Vagy, igen, vagy csak úgy, hogy natúran kolbász nélkül, de van, aki szereti az dúsítva is. Éppen emlegették, hogy lehet velővel is készíteni, pacallal is. Mindenhogy jó, igen. Lecsó szerint. És ez a lecsó, ez visszahozza a nyárnak a melegét, a napsugarakat, télen egy jó üdítő vacsora. Az biztos, meg bármikor jó, szerintem. Reggeli ebédre, uzsonnára. Meg a lecsót még el lehet készíteni például ebédre is, lecsós húsnak, vagy lecsós szeletnek, vagy lehet pörköltekhez is használni. Igen, vagy hozzá. Paprikás krumplihoz is lehet használni. Tehát bármihez, bármi magyaros ételhez a konyhán. Akkor fogjunk is hozzá, én látom, hogy már előkészültél. Ez az, ami a kedve megtermett. Igen, a paprika, meg a paradicsom. Szépek nagyon. És itt előre dolgoztál egy kicsit. Igen, összevágtam. Össze is van vágva már. Mennyit daraboltál fel, hogy mennyi kell egy lecsóhoz, amit most készítünk, mert hogyha látják itt a nézők, egy kis üstbe fogjuk ezt elkészíteni. Igen, hát megmondom az őszinte igazságot, hogy itthon maradtam szabadságon, és hogy csináljuk a lecsót. És jó, belevágtunk a lecsóba, már az üvegekben is van, mert még a fazékba se fért, annyit vagdaltunk össze. Szóval renget, valami iszonyat, Jancsi még mondta is, hogy egy 20 literes fazékba bele akarok tenni 60 liter lecsót.
Nagyon sokat vagdaltunk össze. Mondjuk, hogy a kis bográcsot kisütve akar valaki készíteni, vagy egy nagyobb fazékba, akkor mennyi alapanyag kell hozzá? Hogyan fogjon hozzá, hogy hogyan számoljon egy házi asszony azzal, hogyha... Szerintem ne azt számolgassuk, hogy mennyi kell hozzá, hanem... Hogy mennyit vegyen, hogyha mondjuk... De először is abból induljunk ki, hogy a jobb házi asszonyoknak a kertbe terem meg a lecsónak az alapanyagja. Kezdjük el az elejétől, tehát ha már megtermett, már kiszedték aratáskor a hagymát a kertből. Július és augusztus, ez a két igazi hónap a lecsokészítése, mert anyukám mindig azt mondta, hogy paradicsomfőzés is akkor jó. Júliusban, meg augusztusban, meg a lecsó is, mert ekkor süt legtöbbet a nap, ekkor érik legjobb ízűre a paprika és a paradicsom. Tehát ami megtermett és nem fogyasztják el a családnak otthon, akkor azt nyugodtan el lehet készíteni lecsónak. És az arányok, ami van, azt tegye bele. Ne menjen pocsékba semmi. De hogyha megy a piacra és vásárol, akkor az én arányom feles. Én felesen szoktam használni. Fele paprika, fele paradicsom. De van, aki paprikásabban szereti, azt mondja, hogy kétharmada paprika, egyharmada paradicsom, de van, aki meg paradicsomosabban szereti. Szóval ez itt nincsen aranyszabály. Itt mindenkinek a saját ízlése. Hagymát, hát mondjuk én, ha frissen készítjük a lecsót a családnak, egy 4-5 tagú családnak, akkor én 2-3 fejhagymát szoktam alávágni a lecsó alá, az adag alá. De van egy kolléganőm, Márti, hagy emlegessen meg, hát ha megnézi ezt a műsort, ő is, ő meg iszonyatosan sok hagymát használ, ő a pörkölt alá is nagyon-nagyon sokat tesz, azt mondta, ők úgy szeretik. És itt is azt mondom, hogy ki hogy szereti az ételét. Édesebb tőle, igaz? Igen, édesít a hagyma. A paradicsom az inkább savasabb, de én felesen szoktam a paprikát is, meg a paradicsomot is. Elkészítettem az arányokat, a hagymát már összevágtuk, a paprikát is, és akkor elkészítettük a paradicsomot is. Egy másik edénybe. Igen, és így össze van vagdalva. Ha például csak friss fogyasztásra készítjük, akkor ajánlatos akkor összevágni a hagymát, elkészíteni ezt a három arányt, és akkor így együtt mehet bele, és pillanatok alatt szerintem 10-15 perc alatt kész a reggeli ebéd vacsora, amik nem olyan hosszadalmas egy lecsó főzés, meg szerintem lecsót mindenki tud csinálni. Bízunk benne. Itt szerintem ez egy nagyon egyszerű étel, és ízletes. Helyére került a bogrács, és akkor öntsük be az olajat, gondolom. Az a én olajjal készítem most, de lehet házi zsírral is, és szalonnakockát pirítva. Legtöbbször szalonnakockát szoktam pirítani, és azon a szalonnazsíron készítjük el a friss lecsót, de ezt télire készítem el, ami azt jelenti, hogy olajat fogok beletenni, és ez az olaj fogja szigetelni, vagy lezárni a befőztes üveg tetejét tartósítás miatt, és erre az olajra, amit hidegen kellene beletenni, a hagymát, de most melegen sikerült, ebbe beletettem a hagymát, és akkor nem nagyon szoktam sokáig sütögetni, mert a hagyma együtt össze fog sülni a paprikával, összepárolódik, és akkor teszem is bele a paprikát. Először mindig a paprika megy. Igen, a hagyma után a paprika. Hogy a délelőtt mennyi volt a szavagdalban. Mennyi idő kell neki, hogy összeessen, meg pár évvel. Egy pár perc. Pár perc. Fedő alatt jobban párolódik. Vizet nem szoktál? Nem használunk vizet. Igen, igen. Egy picit párolódik, összeesik a paprika, és akkor beletesszük a paradicsomot. Milyen pontyat használsz hozzá? Ugye neked rengetegféle paradicsom terem a kertben. Ja, igen. Vagy a jó hozzá? Én ezt a fajta paradicsomot szeretem hozzá, ami salátának is való, kemény, húsos paradicsom, nincs sok leve. Mert vannak azok a nagy ökörszív paradicsomok, vagy a brutus, azok a paradicsomokat nem szeretem a lecsónak, van, aki lehet, hogy valakinek szereti, de annak sok a leve. És akkor nem jó, ha ott úszik a lébe a lecsó. A lecsónak inkább ezek a jó, húsos, kemény paradicsomok való. Hát a héjjal nem számít, mert az úgyis összepárolódik. És mondtam, igen, és mondtam, hogy készre szoktam sütni a lecsót.
És a sót is beletesszük így, ilyenkor. Hány üveggel szoktál egyébként legkételteni téli, de mondtad, hogy ugye éppen nincs otthon semmi, vagy nem főztél aznak. Hát szerintem olyan 50 üveg lecsot, 50 üveg lecsot el szoktam tenni. Elég szokott lenni egyébként, kitart a következő szezon? Elég szokott lenni. Miket szoktál még elrakni tévére? Ma a paradicsom főzésen túl vagyok, akkor kezdjük majd az elejétől. Legelőször is tavasszal a bodzaszörpöt szoktam elkészíteni, utána eperlekvár következik. Saját rizsnyel? Nem, paradicsom, sok egy nagyon jó ismerősömtől szoktam hallani, hogy azért nem sikerül nekem epret termeszteni, mert az eper meg a paradicsom nem szereti egymást. És én nekem nagyon sok paradicsomom van. Az epret a nászomtól szoktam kapni Tiszanánáról, és abból csinálok eperlekvárt. A következő sóskát szoktam még eltenni, mert nagyon szeretjük a sóska, mártás sóska főzeléket. Azt is olajjal párolva, majd sárga... Igen. Majd... Nem. Ugyanígy megpárolom a sóskát, és akkor az olajon, és üvegekbe rakom, és azt is ugyanúgy meleg dunszba, mint a többi lekvárokat, meg minden. A sóska után következik a sárga baraszlekvár, majd szoktam venni, hogy szokták mondani, a Patriktól 10 kiló áfonyát, abból szoktam áfonyalekvárt készíteni, sárga barack befőttet is készítettem őszi barack befőttet, és a paradicsom az ezelőtt volt, a paradicsomlé, de én olyan paradicsomlét szoktam, hogy inkább sűrített paradicsom, hogy nincs elérthetején, hanem ilyen jó sűrű, mert van, aki csak ivólének teszi el. Én sűrűn teszem el, akkor a lecsó után következik majd svéd uborka, mert a csemege uborkát használom igazán. Hát nából nem sokat szoktam, inkább svéd uborkát szoktam elrakni, mert idősebb korban már jobban el lehet a svéd uborka. 6 centis uborkákot, 6-9 centis uborkát, ami kovászolni való, azt az uborkát legyalulom, kis kerekekre összevágva legyalulom. 4 kiló uborkához kell 1 kg vörös hagyma, és akkor ezt pici az adag szerint megsózom, cukrot teszek hozzá, meg ecetet, 10%-osat, és akkor egy levet enged, összeesik egy kicsit, és akkor berakom üvegbe. Így nyersen, azért szeretem, mert az nyersen van eltéve ez a svéd uborka. Akkor még fogok csinálni szilvalekvárt, meg csalamádét. És szerintem... Hagyományos üstös történetet készíteni szilvalekvára, vagy odabent főzött? Vagy van, aki sütőbe készíti? Sütőbe is készítettem már, üstbe is készítettem, de ez az üstbe készített két napig tartott a lekvár főzés, mikor a pampogósra sikerült. Csalamád és savanyú káposztát, ilyeneket szoktál egyébként? Savanyú káposztát hordóba teszek el, egész fejet is szoktam beletenni, hogyha jön a karácsony, vagy akármilyen ünnep, akkor abból ki lehet venni a fejet, és töltött káposztát lehet belőle harasznak. Csinálni. Igen, harasznak. Abban olyan 30 kiló megy bele abba a hordóba. Azt szoktam még készíteni. Tudod, mit szoktam még csinálni? Ezt a pici paprikát, mint ezt savanyúnak berakva. Aha. Ez csípős egyéb? Igen. Most újítottam, még ezt a féle paprikákat szeretném majd mi termelni. Habanyéró? Vagy... Uh-huh. Van sárga is, piros is, meg csokoládé is belőle, és egész jó sikerültek. Szépen. Azt mondják, hogy nagyon erősek. Nem kóstoltad még ezek nem, szerint? Nem szeretem az erőset. A család szereti? Igen, a gyerekek is szeretik, meg Jancsi is szeretik az erőset. Meg nagyon sokan szeretik még. A piacon is keresők, van nagyon nagy kereslet a piacon, és most nagy divatja is van ezeknek a paprikáknak. Ez biztos egyébként mindenféle csili, szószok, ilyesmivel nagyon sokan. Palántákba is nagyon keresik ezeket a palántákat. És akkor ezt készre főzzük, szerintem még ez igényel olajat, még teszünk hozzá. Nem kell tőle sajnálni, hogy kell.
Nem, mert a üveg tetejére fel fog jönni, mert az olajnak a fajsúlya könnyebb, mint a vízé, mert a tengerekbe is feljön az olaj, és akkor ez fogja elszigetelni majd, lezárni az oxigén elől, és tovább friss marad a lecsó. Még így készre sütve, sokkal-sokkal jobban hasonlít a friss lecsóhoz. Tűzi, mit tapasztal az, hogy ugye nagyon sokat ilyen piacra? Mit mondanak az emberek? Teszik, tesznek el férire? Gondoskodnak magukról? Vagy éppen csak annyit tesznek, amit éppen meg szoktuk tenni, hogy frissen fogyasztják? Én azt tapasztalom, hogy mind gazdaságilag megéri eltenni, meg mind az, hogy egészséges táplálkozás miatt is megéri eltenni, hogy tudjuk, hogy mit eszünk a sajátunkat. Sokan fiatalok közül is vannak, akik egyre jobban azt akarják, hogy legyen eltéve, legyen spájzük, legyen tárolva, legyen mihez hozzányúlni. Vannak olyanok is, akik meg is termelik maguknak, meg az a réteg is van, akinek nincsen kertje, de akkor is szeretne saját eltévésű lecsot fogyasztani, vagy paradicsomlevet, és akkor megveszik a piacokon. Igen, azért is kezdtem, hogy az egész beszélgetésünket, hogy ugye nem mindenki tud termelni otthon, hanem mondjuk valaki társasházban lakik, de akkor is van egy kis pejz, amit szeretne feltölteni télire egy kicsit, hogy legyen mihez hozzányúlni, hogyha úgy adódik. Hát meg vannak olyanok is, akik a készen, tehát azt részesítik előnyben, most egy másik témát, másik réteget mondok, akiknek nincsen például kamrája se, meg nincsen spajza se, meg nem is rak el, hanem ezt veszi meg a piacon. Vannak olyan őstermelők, igen, akik ezt árulják, ezeket a lekvárokat, konzervek, vagy mik ezek lekvárok, vefőttek, paradicsomlevek, háziak, ilyen őstermelői, kistermelői piacokon direkt ott vásárolgatnak, igen. Nagyon sok ilyen fiatal van most. Vagy, adnak le, hogy minőség. Igen, igen. De hogy nem tud tárolni, akkor inkább minden héten kimegy a őstermelői piacra. Vagy most van egy másik... Pár üveggel elteszi szekrény. Igen, de van egy másik irány is most. Én is beléptem a tavasszal a palántámmal, a Tiszatavi Kosárközösség. És ott ilyeneket lehet vásárolni. Vannak olyan őstermelők, kistermelők, akik ezzel foglalkoznak, hogy lekvárokat főznek, vagy paradicsomlevet, vagy ivólevet, akkor... lecsot készítenek, és az interneten a fotelból megrendelik, majd pénteken elmennek az árujért. Jól látom, akkor elkészült a lecsó. Igen. Igen, igen, elkészült a lecsó. A következő dolgunk az, hogy jó kimosott, lefertőtlenített üvegekbe pakoljuk bele. Csak annyi vele kell szerint. Igen, igen. Az a lényeg, hogy jó sokáig csirátalanítottuk a paprikát, paradicsomot, tehát készre főztük a lecsot, és belerakjuk az üvegekbe, majd ő szépen lassan feljön az olaj a tetejére, a zsír réteg, igen. Tehát akkor rakatunk is rá még egy kicsit. Igen. Így éljük meg, így, és akkor ezeket üvegbe rakjuk. Igen, igen. Szoktál rá még tenni valami tartósítószert? Nem, nem. Szalíti? Dunszba teszem. Ezzel a fedővel lezárom. Ilyenkor forró a... Gyorsan telepakolom a hatot, és akkor le fogom zárni. Ilyenkor még forró a lecsó, az üveg átforrósodik, ami azt jelenti, hogy teljesen más a nyomása benne, és ahogy hűl lassan, a dunszba lassan hűl, úgy szívja magába, mert a levegő is, most tágabb a levegő, és magára vákumozza a kupakot. Igen, igen, és lassan az a lényeg, hogy a dunszba, azért használjuk azt a dunsztot, hogy lassan hűl ki az egész, és a baktériumok elpusztulnak, ami még megmarad, de ilyen forró rotyogás alatt nem tud benne megmaradni semmi. Teleraktam az üvegeket a lecsóval, és ilyenkor rá szoktam tenni az árókupakot. Egyesével jól leszorítgatom őket. Mehet a dunsztot. Igen. A dunsztot előre el szoktam készíteni. Előre nekem tavasszal elkészítem a dunsztos ládámat, és az folyamatosan egész nyáron működik. Nem kell, csak eldugom, meg előkapom. No, és azok ilyen jó takar, vastag takarók, plédek szigetelnek, hogy minél lassabban hűljön ki benne az eltett. Meddig kell benne tartani a dunszba? Hát,
ami ki nem hűl. Én nekem általában 3-4 napig benne van, de aki dolgozik, annak olyan ciklusa van, hogy egy hétvége, következő hétvége. A hétvégén elkészítek egyféle befőzést, és a következő hétvégén kiveszem, de akkor már a második, másik befőzés ki. Igen, szóval egy hétig mindig benne van. Hétfőtől péntekig. Addig ráér kihűlni, és akkor bekerülnek a spejzbe. Jó, ezeket bezártam, lezártam, és mehet a dunszba. Bekerültek a dunszba, lecsók, amit eltöntött térére. Nagyon szépen köszönjük neked, Józsika, hogy nem mutattad nekünk ezeket a fókiókat, hogyan készíthetjük el ezeket a csemegéket, térre finomságokat. Én köszönöm a lehetőséget, de most is azt tudom mondani, hogy ne ijedjen meg senki a lecsófőzésről, lecsót mindenki tud főzni. Reménykedjünk benne, és abban is, hogy nagyon sokan kipróbálják, és tényleg elteszik ezeket. És tele van vitaminokkal, tápanyagokkal, és fogyasszunk egyre több lecsót. Úgy legyen. Köszönjük, hogy velünk tartottak, reméljük, hogy kipróbálják ezt a lecsó receptet, és befőzni fognak otthon térére.